Szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban szilveszteri malackákat fogok készíteni. Kívánom, hogy mindenkinek hozzák meg a szerencsét! Először kimértem a kétfajta lisztet, amibe belemorzsoltam az élesztőt. Az élesztő miatt adtam hozzá két kis csipet cukrot, hogy segítse majd a kelésnél. Majd hozzáadtam a sót, a vajat, vagyis én most jelen esetben margarint, és a zsírt. Ezeket jól eldolgoztam. Utána mehet bele a tejföl és a tojás is, és az egészet összegyúrtam. Akkor jó, ha már nem ragad se a kezünkhöz, se a tálhoz a tészta. Letakarva másfél-két órán át hagytam kelni. Mivel viszonylag sok zsíradék van a tésztában, túl látványos kelést ne várjunk. Szilikonlapon kinyújtottam a tésztát fél centiméter vastagra. Aki nyújtódeszkán dolgozik, mindenképp lisztezzen kicsit alá. 6 cm átmérőjű formával köröket készítettem belőle. Majd fogtam egy 3 cm átmérőjűt, és azzal is szaggattam ki pár kört. Úgy számoljuk, hogy egy nagy körhöz másfél kicsi szükséges. A nagy köröket lekentem tojással, amibe belekevertem egy kevés piros paprikát is. Majd mindegyik nagyra ráhelyeztem egy kicsi kört, ez lesz a malacka orra. Egy másik kis kört pedig négy felé vágtam, ezekből lettek a fülek, amiket szintén ráhelyeztem. Kicsit nem állt rá is nyomni. Egy fapálcikával két lyukat szúrtam az orrnak szánt köröcskébe. Szemnek pedig egész borsot tettem. Majd ezeket és a füleket is lekentem tojással. Sütőpapíros tepsire helyezve 180 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt készre sültek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha kíváncsiak vagytok a többi receptemre is, iratkozzatok fel a csatornámra, így időben értesülhettek az új feltöltésekről. Repeta néven a Facebookon is megtaláltok. Boldog új évet kívánok mindenkinek!